Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Az önkényesben a továbbiakban szándékozunk megfejteni a mélység és a felszínesség geometriáját, és az abból következő akár levonható, akár tagadható vagy elkerülhető megfigyeléseket. A felszínességgel és a mélységgel kapcsolatban két tekintetben szeretnék foglalkozni. Egyrészt a tartalom felszínességéről és mélységéről, másrészt a figyelem vagy a koncentráció felszínességéről vagy mélységéről. Hogy ne a saját gondolatommal kezdjem, egy buddhista gondolkodóéval kezdem, aki a megfigyelésnek, a koncentrációnak a jellegéről ír, és ott hasonlítja össze azt, hogy a kő és a tök a víz felszínén mennyire különbözően viselkedik. Ő ezt mondja. Az éberség erőteljes megalapozó működést fejt ki. A tudatot stabilan a jelenben horgonyozza le, így az nem kalandozik el a múltba és a jövőbe azok emlékeivel, fájdalmaival, félelmeivel és reményeivel. Az éberség nélküli tudatot olykor a tökhöz szokták hasonlítani, az éberségben megszilárdult tudatot pedig a kőhöz. Ha a tököt a tó vízére tesszük, hamarosan odébb úszik és megmarad a víz felszínén. A kő azonban nem úszik el, ott marad, ahová teszik, és azonnal a víz mélyére merül, amíg csak el nem éri az alját. Ugyanígy, ha az éberség szilárd, akkor a tudat megmarad a tárgynál, és mélyére hatol jellegzetességeinek. Nem kóborol el ide-oda, pusztán a felszínt érintve, mint az éberségnek hiány lévő tudat. Ez egy tök jó analógia arról, hogy ha egy bizonyos helyen le akarom horgonyozni a figyelmemet, akkor bizony a kő hasznosabb, mint a tök. Ellenben, amit én ki szeretnék emelni, az az, hogy gyakran hangzik az jól, hogy a felszín az lapos és érdektelen, amikor a tartalomról beszélgetünk, és ami még igaz is, tartalmatlan a felszín. Míg a mélység az olyan, mint a kút, és abból a valóságnak és a megértésnek nagyobb része hozható fel. De valójában ez a kettő egymás nélkül szerintem olyannyira nem ér semmit, hogyha nem együtt szemléled őket, akkor a mélység az kevesebbet ér, mint a felszín, ugyanis a mélység az egydimenziós, míg a felület az kétdimenziós, és a térfogat az, ami háromdimenziósá teszi ezeket. És amikor azt mondom, hogy én a mélységre vagyok kíváncsi, akkor először is fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi a célom a mélységgel? A víz aljáról szeretnék felhozni valamit, mert akkor minél kisebb területen merülök, annál mélyebbre mehetek, ha a víz fenekén volt az én célom. De amennyiben maga a víz a célom, mert ivóvíz kellett, vagy aranyportások a vízből, akkor a víz térfogatára van szükségem, akkor teljesen mindegy, hogy nagy felületen kicsit, vagy kis felületen nagyot ások. És ami még fontos, hogy vajon jó helyen ások-e mélyre. Az, ha valaki csak mély, az egy ilyen emósság és puha fiúság. Ha valaki a megfelelő helyen mély, akkor az egy tudatosság, és onnan tényleg tartalmat hozhat fel, de ahhoz előbb meg kellett figyelje a felszínt, hogy minek érdemes a mélyére menni. A felszínen fedezték fel Amerikát Kolumbuszék, míg a mélységben jutottak el a Holdra Armstrongék, és ha ezt a két hozzáállást becserélték volna, akkor egy elég értelmetlen dolog lenne űrhajóval elmenni Indiáig, keletre, ráadásul amerre van, és elég rossz ötlet lenne hajóval elindulni a Holddal ellenkező irányba, hogy a Holdra juss. Tartalmi szempontból a felszínesség az egy egyértelműen pejoratív jelző. Nem véletlen, és hogy mondjuk a sekélyesség a szinonimája, hogyha tartalmi szempontból nézzük a mélységet, akkor én kicsit vitatkoznék azzal, hogy az számít, hogy ott van mi van ott a mélyben. Az is számít, az az út, ami a legmélyen levő bármiig, kincsig, kőig, akármiig vezet. Úgy tudod vizsgálni. Ezeket az állomásokat kell végigvinni. Tehát nem vízszintes, hanem függőleges irányban haladsz. Na de akkor, ha a tartalom, azaz a térfogat számít, akkor a sekély is nagyon érdekes, amennyiben kellően nagy felületen felfedeztünk. A térképészek sem a mélységeket kutatták, hanem a felszínt. És így tudjuk, hogy hol ered a Nílus. Hát nagyon nem mindegy a felszín vizsgálata esetén, hogyha így nézzük, ahogy te mondod, igen, a terület, amit vizsgálunk. Tehát, hogyha ennek az asztalnak a területét nézegeted, akkor olyan nagyon sokra nem mész, hogyha 2-t, 3-at, 5-öt, 28
arcot hátralépsz, és komplexitásában tudod nézni azt, amit a felszínen látsz, akkor ott már összefüggéseket tudsz felfedezni, következtetéseket tudsz levonni, és így tovább. Tehát a magasság fogalmát is hozzáadhatjuk ahhoz. A magasság az, ahonnan a felszínnek nagyobb részét látod. A mélység meg, ahol a tartalomnak a legnagyobb lényegi, nem tudom, az alapját megfigyelheted, hogy mi a minden más esetleg annak a következménye csak. Én behoznék még egy fogalmat az éberség mellé, és ez pedig a józanság. Az éberség, ugye, az éberségnek, ha nem kellő a foka, az ugye az ábránd, az az alvajárás. Az a nem éber tudat. De van egy túlsó vége is ennek a skálának, ahol szintén kilépsz az éberségből, de nem mínuszba, nem a skálán a mínusz irányba, hanem plusz irányba. Tovább lépsz a józanságon, a megszállottságba. Az már egy olyan fokú józanság, tehát arról van szó, hogy a józanságot fokozod, az éberséget, akár úgy is mondhatom, hogy az éberséget fokozod, az összpontosítást fokozod, tehát nem defókuszálsz, nem éberállomba süppetsz, de mániákussá válsz, igen, és pontosan, kényszerességgé fokozod a józanságodat, aha, az éberségedet, odáig jutsz, hogy az összpontosításod arra az egy tárgyra olyan fokú lesz, hogy minden mást elfüggöny az, ami körülveszi, és egyetlen egy dolgot, és a legnagyobb, és ez a legveszélyesebb benne, hogy a legnagyobb fokú józanság élményével tudod átélni a fanatizmust, ami pedig az épp az ellenkezője a józanságnak. Túl van a józanságon, túlzott fokú józanság, olyan fokú, hogy már megint nem vagy megbízható. Már a véleményed, már az álláspontod megint nem megbízható. Nem azért, mert nem mélyültél el a tárgyban. Azért, mert túl mélyültél és a tárgyban. És nincs mivel összehasonlítanod, mert sehol máshol nem ástál. Tehát én ezzel kapcsolatban azt gondoltam, hogy ha életedben sehol nem ásol mélyre, akkor nem sok mindenre jutsz. De ha életedben csak egyetlen helyen ásol nagyon mélyre, akkor sem tudsz meg semmit. Mert nem tudod az értékét, ha nincs mellé valamid, amihez ezt relatívan és viszonylag szerényen a saját érdekeid, vagy a saját ízlésed lett félretéve, azt mond, hogy ó, hát ez ahhoz a másik dologhoz képest, ez ilyen vagy olyan. És amúgy ezen a skálán, ami az éberséget illeti, felmerül a kábaság is, tehát az, amit ha már egy buddhista gondolatról van szó, amit nem mondom, hogy büntetnek, de mondjuk az ilyen világi buddhisták tehetnek 5 fogadalom közül egyet, kettőt, hármat, négyet vagy ötöt, amelyet megfogadnak, vagy nem, és amelyek nagyjából így a abszolút összhangban vannak akár a zsidó, akár a keresztény viselkedés fogadalmakkal, vagy a szabályokkal, vagy amihez az ember tartja magát, és ezek között ott van a kábaság elkerülése, mi több, ez ilyen rosszul eső lehet, de állítólag a Buddha mondta maga, hogy aki alkohollal él, és kábaságban tartja magát, az köszöni szépen, ne kövesse az ő filozófiáját. Ami hát, mert ő az éberségre tett. És egyébként mindenki a történelemben, minden vallás alapító, meg minden nagy bölcs az éberségre tett az ábránddal, meg az alvajárással szemben. És ez érthető is, mert a fanatizmusnak az a minőség, amit a 20. században eluralkodott, ez még nem volt föltalálva. Hát ők még nem rendelkeztek azzal a tudással, hogy bizony a józanságnak van az a foka, ahol már kilépsz a megbízható értékítélet tartományából. Szerintem azért nem biztos, vagy nem mindegy, bocsánat, hogy miben válsz megszállottá. Az esetek nagy többségében ez többnyire káros vagy pusztító, hogyha hétköznapi eseteket nézzük, vagy legalábbis hát nem előnyös, fogalmazzunk így. De hogyha mondjuk valamilyen a saját szakterületeden válsz fanatikussá, és ott döntesz úgy, hogy akkor te csak azon az egy vonalon mélyülsz el egyre jobban, mondjuk, vagy egy kutatásban, hát akkor annak lehetnek csodálatos De ez is a modernitás terméke. Hogy te egyetlen egy témában, egyetlen egy tárgyban annyira elmerülsz, hogy abban te valami innovációt hozol. És ez persze nagyon jó, meg ez nagyszerű, csak hogy ez nem marad meg a tudományban, hanem ugyanilyen módon váltak a társadalom jobbításnak a fanatikusaivá a 20. század nagy megváltó eszméinek képviselői, meg az ahhoz tartozó politikai tisztek, akik aztán telelőtték a
tömegsírokat emberekkel. Tudod, hogy, hogy ma valójában arról van szó, hogy... 200 milliós Igen. Mi elmélyültek nagyon valamiben, olyan mértékben, ahogyha fizikusok lettek volna, vagy csillagászok, az nagyon hasznos lett volna. De hát olyasmiben merültek el a szociológiában, az embertudományban, a közösségtudományban, hogy annak a következménye meg tömeggyilkosság lett. Revidálom az álláspontomat. Nem, hülyeség, amit mondtam. Felejtsétek el. Köszönjük szépen, hogy ma is hallgattátok a műsort. Nem, jobban belegondoltam, hogy ha a fanatizmus tényleg úgy nézzük, hogy csak abba az egy irányba tud tekinteni, akkor az mennyivel szegényesebb eredményeket hoz mondjuk akár egy kutatás terén is, annál, mint hogyha észreveszi a környező dolgokat. Hiszen lehet, hogy a megoldás, lehet, hogy a megfejtés, lehet, hogy egy új esetnek az észrevétele fogja pont előrébb vinni. Szerintem másokat előrébb vihet, azt az embert nyilván egy mániás állapotba sodorja, de szerintem Robi rosszul mondtad, hogy ez a józanságnak szélső értéke, ez a koncentrációnak egy beteges szélső értéke, nem a józanság, mert a józanság az ilyen harangörbe alakul, ha túl kevés, nem jó, ha túl sok, nem jó, annak van optimuma, a koncentrációt viszont ebben az esetben növelik lineárisan szépen. Arról van szó, hogy az alvajárásból, meg az ábrándból, ebből a fél létből, a koncentráció által lépsz át az éberségbe, amit nevezhetünk ki józanságnak is, csak ha az ábrándhoz való viszonyát vizsgáljuk, akkor nevezzük éberségnek. Ha már a megszállottsághoz való viszonyát vizsgáljuk, akkor nevezzük józanságnak. Tehát az ábrándból a koncentráció fokozásával átlépünk az éberségbe, ott van a haranggörbének az a úgynevezett normalitása, az a ideális tartomány, és hogyha fokozzuk a koncentráltságot, akkor bizony kilépünk a józanságból a túlvégén, és belépünk a megszállottságba. Visszatérve a Bikú Bódinak az előbbi idézett éberségre vonatkozó kő és a tök példájához, ami tök jól elmondja, hogy bejárja a felszínt, vagy pedig valaminek a mélyére hatol. Ott szerintem megszívlelendő az, hogy ugye ez a példa nem a szemlélődést, vagy a tárgyat, vagy a tartalmat veszi célba, hanem az éberséget, és amikor az lehorgonyoz, ez a kő, akkor ilyen merev koncentrációval szemlélheti akár a felszínen, akár a mélyben lévő tárgyat. Tehát a felszínt is vizsgálhatod. A lényeg az, hogyha meg akarsz nézni valamit, akkor közben téged ne tántorítsan el más. A mélyre menés nem az időben, meg a múltban, nosztalgiázásban és a jövőre való vágyakozásban, hanem a tárgy jelen természetén való tartós figyelemben értelmezi. És amikor azt mondja, hogy kő, akkor nem azt mondja, hogy te legyél a kő, amit csak egyszer bedobsz, aztán elsüllyedsz, és ott maradsz, és úgy mániákusan, fundamentalista módon onnantól kezdve csak azt az egy dolgot szemléled, hanem hogy a figyelmedet használhatod úgy, mint egy követ, és amikor majd másra figyelsz, akkor ismét lehorgonyozhatsz a figyelmeddel, és ez azt is jelenti, hogy amíg azzal a dologgal foglalkozol, ami éppen egy kicsit elragadtat, amiről tanulni szeretnél valamit, aközben egy más ugyanilyen fontos dolog se vegye el a figyelmedet azzal, majd akkor foglalkozz, amikor azzal foglalkozol. Hát ez a szintiszta koncentráció, és hogyha az éberséget ilyen vonatkozásban nézzük, akkor lehet a legelmélyültebben ébernek lenni úgy, hogy a felszínt vizsgálod. De hát ez nem maga a meditáció, hát nem erről beszél egyébként az összes guru, meg bölcs, meg szent, hogy légy jelen, és hogyha egyszerűen csak jelen vagy, akkor bármilyen tevékenység meditáció, bármi, amit csinálsz, amint tudatosan csinálod, és arra figyelsz, kvázi nem a múltban vagy, az emlékvilágodban, és nem a jövőben, az ábrándvilágodban, a tervvilágodban, a vágyaid képzetei közt, hanem itt a pillanatban, legyen az akármi. Hát bedugod a kulcsot a zárba, és érzed, ahogyan az a kulcs, ahogyan dugod be a zárba, a kis akadásokon átnyomul. És az egy ilyen kis rezgést képez a kulcsban, ahogyan átdugod be a zárba, és az a rezgés az remekteti az ujjadat. Az egy érzet. Na most ilyen helyzetben
az ember nem szeret erre figyelni, mert mi érdekes van abban, hogy rezegteti az ujjamat az ára, hogy a kulcsot beletolom. Hát akkor nem érdekesebb, hogy mit fogok csinálni, hogyha beléptem az ajtón? Mit tervezek csinálni? Mert ez a kulcs, ez egy eszköz. Ez a kulcs, ez egy funkció. Ezen túl kell esni. Túl kell esni, hogy végre legyőzzem ezt az akadályt, ami itt ez az ajtó, belépjek az ajtón, és akkor oda bent csinálhassam azt, amiért én ezt az egészet csinálom. Nem érdemes ezzel bíbelődni, hogy most a kulcs hogyan receg a zárban, és az én ujjamat hogyan recegteti ez a kulcs, pedig hát ebben van az öröklét, pedig hát ebben van a megvilágosodás, pedig hát ebben van, ebben a pillanatban, abban, amit éppen csinálsz, abban van a te szabadulásod a szenvedésből. Azt állítja Buddha, és maga a buddhizmus, hogy a szenvedés valójában a múltban élés és a jövőben élés következménye. És hogyha te arra a kulcsra, meg arra az ajtóra nem akadályként gondolsz, amit át kell, most már túl kell lenni rajta, és át kell lépni, hanem a jelen pillanatban megéled azt, ami éppen történik, mert minden pillanatot cél, és egyetlen pillanatot sem eszköz, akkor megtörténik veled a nirvána ott és akkor.